Elkészült az MSZP előválasztási programja, a párt szerint korszakváltásra van szükség, melyhez létre kell hozni egy demokratikus, igazságos, szociálisan érzékeny, környezet- és klímatudatos Magyarországot. Tóth Bertalant kérdezzük. Akinek szintén jó estét kívánok, itt van ő maga, a program. Igen, elhoztam önnek. Kormányváltást, korszakváltást. Hosszú. Hosszú. Hát szóval, hogy azt hiszem, hogy nem ez az, amit a választók többsége megcsinál, hogy végigolvas egy kormányprogramot, vagy előválasztási program hivatalosan, ugye? Igen, nagyon sok és sok témakört foglal át, és ölel át ez az anyag. Egy koherens olyan előválasztási program, amely egyrészt kampányolni fognak a jelöltjeink, másrészt pedig a hat párt, illetve az öt párt rajtunk kívül a hatpárti programalkotásba ajánljuk az ő figyelmükbe. Tényleg az oktatástól egészségügyön át a gondoskodó társadalom, az igazságos nyugdíjrendszer, minimálbér adómentessége, sok minden benne van. Nyilván ebből majd a kampány során azokat a legfontosabb üzeneteket fogjuk majd. Na pont ezt akartam kérdezni, 128 oldal, tényleg vaskos és részletes most így első ránézésre is, de mi az, amit ha ki kell emelni, más, mint mondjuk a DK programja, a Momentum programja, az LMP programja, a Jobbik programja, miben markánsan különböző? Amit említettem az alacsony bérek felzárkóztatásában, mi azt javasoljuk, hogy legyen adómentes a minimálbér, egy olyan adójóváírási rendszerrel, ami a medián bérig mindenkinek jár. Ezzel a nettó jövedelme a minimálbéreseknek havonta több mint 25 ezer forinttal emelkedne. A garantált bérminimumot kapó munkavállalók esetében ez évi 200 ezer forint, tehát 18 ezer forinttal nőne a nettó jövedelem. Ugye ebben nagyon-nagyon rosszul áll Magyarország az Európai Unión belül is. A visegrádi országok közül pedig a legutolsó a minimál. Azért ebben azt hiszem, hogy nem lesz olyan nagy vita a többi ellenzéki párttal sem. Én nagyon, nagyon, nagyon bízom benne. A másik pedig az igazságos nyugdíj emelési javaslatunk, ami egyrészt azt jelenti, hogy a munkabérek emelkedését is figyelembe kell venni a nyugdíj emelésnél, nem csak az inflációt. Az inflációt kapja meg mindenki, de az a fölötti rész pedig egyenlő összegbe kerüljön elosztásra, egy átmeneti időig, ezzel lehet felzárkóztatni Na ez most mint kiadás volt már az állam szempontjából, mert hogy akkor ezt valahonnan finanszírozni is kell. Honnan? Így kinek van. Kell többet fizetni? Az anyagban is ez szerepel. Megvizsgáltuk a költségvetés jelenlegi szerkezetét. Az államra fordított arány az folyamatosan nő évről évre, a jóléti kiadások pedig csökkennek. Ezen változtatni kell, kevesebbet kell az államra költeni, több száz államtitkára, miniszteri biztosra, stb. Kell csoportosítani. Akár egy olyan javaslat is szóba kerül, hogy a saját fizetésüket vágják meg? Mert ugye arról időről időre hallunk szinte parlamenti szezonra, hogy nő az önök fizetése. Igen, ugye nekünk van egy szolidaritási alapunk, ezt már akkor, amikor a parlament erről döntött, akkor döntött az MSZP elnöksége, tehát mi ezt a fizetésemelést egy külön számlára, elküldtett számlára utaljuk minden hónapban több százezer forintot az országgyűlési képviselőnk. Ebből szoktunk karitatív programokat megvalósítani, ebből tudtunk maszkokat még az első hullám idején vásárolni és eljuttatni, védőfelszereléseket, tisztítószereket, tartós élelmiszereket. Ez eddig, amit ebben mi befizettünk, az olyan 60 millió forint, 65 millió forint. De ebből... ez ugye önkéntes, ha viszont mondjuk változik a képviselők fizetése, az meg nem önkéntes, hanem akkor az egy új szabályozás. Nyilván, ebből a szempontból nem fog nehezünkre esni lemondani a fizetés emelésről, mert hogy ezt átutaljuk erre a külön számlára. Hát így majd más forrásból kell karitatív tevékenységet folytatni. Ezzel kapcsolatban még csiripelik azt is a madarak, hogy ugye az előválasztással kapcsolatban sok mindenben megállapodtak az ellenzéki pártok, de úgy hírlik, hogy önök döntöttek arról, hogy a Párbeszéddel közösen indulnak, és nem minden körzetben, hanem hát talán, ha jól hallottam, 60-70 helyen indulnának el az előválasztáson, ez is stimmel? Igen, arra törekszünk, az MSZP Párbeszéd közös jelölteket állítson az előválasztáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz olyan választókerület, ahol egymással szemben indulunk, hol a Párbeszéd, hol az MSZP fog jelöltet állítani, de mi is figyelembe vesszük azt a választókerületi szerkezetet, ami Magyarországon van, hogy vannak olyan választókerületek, amelyekben inkább jobboldali jelöltet támogatnának. Ez nagyon sok adat alapján elemezhető, van, ahol
inkább baloldal, inkább liberális. Tehát e szerint döntünk majd úgy, mert még áprilisban fogjuk fixálni ennek a végleges keretét, a személyeket, a körzeteket is. Tehát hogy a fennmaradó választókerületekben nagy valószínűséggel más jelölteket fogunk támogatni. És még egy dolog, ugye az MSZP elfogadta azt az egyességet, hogy mind a 106 körzetben jelöltet, illetve mind a 106 körzetben előválasztás legyen, de az az alapelvünk... 60-70 helyen indulnak. Igen, de az az alapelvünk, ami eddig volt, hogy akit megválasztottak összefogás nélkül Dunaújvárosban, vagy akár a fővárosban, most mondhatom Szegedet is, de ott MSZP-s képviselő van, ott mi elfogadjuk a választók döntését és a választók bizalmát. Tehát ezekben a választókerületekben valószínűleg nem fogunk jelöltet állítani. Akkor most nézzük egy konkrét példát. Mondjuk ott van Tóth Csaba Zuglóban. Ő MSZP-s. Ő MSZP-s, magyarán. Akkor ő nem indul az előválasztáson, vagy ő nem? De ő indul. Tehát ha már megválasztották, nyilván, hogy nem MSZP-s, nem párbeszédes, most mondtuk itt akár Tóth Csaba vagy Szabó Tímára, de ahol mondjuk Dunaújvárosban Kálló Gergelyt megválasztották, és előtte is Pintér Tamást megválasztották, ott nem fogunk jelöltet állítani. Nincsenek egy olyan üzenete, hogy hát ennél több jelöltet nem tudnak kiállítani? Nem, mind a 106 körzetben lenne jelöltünk, de ahogy mondtam, figyelembe vesszük azt a szociológiai felépítést, ami a választókerületeket jellemzi, és bizony-bizony vannak olyan választókerületek, ahol az összes párt egy jobbikos jelölt, meg az összes párt, vagy mi, akár az LSZP párbeszéd támogatjuk, és a rendes választáson pedig mondjuk egy DK-s jelölt van, akkor nagy esélyelő nyeri. Na, akkor még a piramis tetejéről nem beszéltünk, mert ugye a programról beszéltünk a jelöltekről, csak még nincs miniszterelnök jelöltjük ehhez a programhoz. Karácsony Gergely támogatottság az MSZP szavazói bázisán 94%-os, tehát az ő elfogadottság az teljes mértékűnek mondható a mi szavazóbázisunkon. Az ő megítélése az arról szól, hogy ebben a hat párt együttműködésben az összes párt szavazója számára elfogadható jelölt, tehát nincsen ebben nem olyan ellentét. Nem ez a kérdés, hogy a közleménykutatókkal beszélgetve az ember azt hallja, hogy minél tovább tart ez a hezitálós folyamat, az ő számai annál rosszabbak lesznek. Én arra számítok, hogy előbb-utóbb el fogja dönteni, ugye itt a stúdióban is elmondta, hogy időt kér. Az előválasztás feltételrendszeré összeállnak, meg tudjuk hirdetni az előválasztást, meghozza a döntést, az MSZP őt fogja támogatni. Ebben vannak számára meglepetések? Nem, ezt a programot természetesen elküldtük számára, és nagyon szeretnénk ebben közösen majd a párbeszéddel küzdeni, hogy ebből a programból minél több olyan elem benne legyen a közös programban, ami megfogalmazunk. Nem lesz olyan nagy eltérés a párbeszéd és az MSZP programja között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.